Egymást érik a választási plakátok Hódmezővásárhelyen, a korábbi polgármester halála miatt írtak kivoksolást február utolsó vasárnapjára. A jelenlegi alpolgármesternek, aki a Fidesz-KDNP színeiben indul, két kihívója van. Az egyik a független Márki-Zay Péter. Mögötte sorakoztak fel az ellenzéki pártok. A másik Hernádi Gyula volt szocialista politikus, aki miután szembe ment az MSZP döntésével, kizárták a pártból. Lázár János érkezik a közgyűlésre, a miniszter a kampányban a jelenlegi alpolgármestert támogatja. A fideszes többségű Hódmezővásárhely képviselőtestülete egy hete döntött úgy, hogy a nyugdíjasok idén 10 000 forintos Erzsébet utalványt kapnak. Szerintük a városnak több pénze van, mint 2017-ben, így többet is költhetnek. Az ajándék még az áprilisi országgyűlési választás előtt megérkezik. Akiket kérdeztünk, örültek. Örülök neki, mert legalább a tojásra, meg a sonkára mög lesz a pénz. Az volna jó, ha nem csak ilyenkor gondolnának. Mit ért az alatt, hogy ilyenkor? Hát, hogy most ennyire, hát tavaly is, hogy kaptuk, most megint kapunk, hanem hát máskor is, hát úgy. A választásokra gondol? Hát igen. Az alpolgármester szerint a nyugdíjasok kérték a támogatást. Ha van erre lehetőség, és a költséget is engedi, akkor húsvét előtt, húsvét alkalmából mind szintén kapjanak ilyen támogatást. 11 000 kapnak az utalványból, ez 110 millió forintjába kerül a városnak. Az alpolgármester szerint a döntésnek nincs köze a választáshoz. Volt már olyan esztendő az elmúlt években, amikor volt lehetőség a városnak, és húsvétkor szintén kaptak támogatást a nyugdíjasok. 2016-ban például 5 000 forintos élelmiszercsomagot kaptak, tavaly viszont ez elmaradt. A polgármester választáson függetlenként induló Márki-Zay Péter szerint a kormánypárti jelölt szavazatokat vásárol. Nagyon örömteli, hogy a városnak van erre pénze, hogy miért pont csak a 62 év felettieknek, és miért pont csak 10 000 forint, ez egy másik kérdés, de látszik, hogy valamiért nagyon fontos lett, hogy a választókat, a választók adófizetők pénzén megvedjék a szavazataikat, megvedjék ehhez a választáshoz. A képviselőtestület adócsökkentésről is döntött, kevesebb építményadót fizetnek azok a vállalkozások, amelyek emelik a dolgozóik bérét.